sziasztok! Végre beköszönhetek, pedig már régen indult el a reggel, olyan 6 óra tájban, mert hogy ma is tegnap reggel volt az OK-s vizsgaszemélyedzői képzéshez kapcsolódva. Ugye egyszer már vizsgáztam ebből az anyagból, még 2 hónappal ezelőtt a képzés végén, de kellett egy OK-s vizsgálat csinálni nyilván, hogy államileg elismert papírt kapjunk róla, és sikerült, fú, annyira boldog vagyok, és megkönnyebbült, és 5-ös jeles került így bele a papírba, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon örülök neki. Nem mint, hogyha nem lennék biztos a tudásomban, de nyilván azért volt bennem egy kicsit ilyen extra nyomásom miatt, hogy tudom, hogy most már lesz egy fix munkám, tehát mindenképpen meg kell lenni a papírnak. De hát nyilván meg is lett, csak tényleg azért elég ideges voltam ilyen napokban, úgyhogy nagyon örülök, hogy most így vége. Tegnap este is mentem jógázni, pont azért, hogy picit ki tudjam üríteni a fejemet a sok gondolattól, és működött is, de nyilván ma azért még ideges voltam, úgyhogy most az a terv, hogy elmegyek mindjárt edzeni, és kieresztem az összes bennem lévő stresszt, nagyon várom. Amit még utána csináltam, elugrottam egy kávéért, elugrottam a Safi Shopba, vettem egy vegán körözöttes szendvicset, hogy legyen bennem valami reggeli, mert elég éhes voltam. Most gyorsan cuccot cserélek és elugrok edzeni, aztán pedig jelentkezek az edzés utáni étkezésemmel. Sikeresen kifogtam a napnak azt az egyetlen 20 percét, amikor úgy elkezdett szakadni az eső, mint hogy a Dézsába öntötték volna, úgyhogy hiába csak így 5 percre mentem a közelükben lévő edzőterembe, szarráztam, de mindegy, a lényeg az, hogy mire hazajöttem, kistött a nap, és újra nagyon-nagyon meleg van. Közben csináltam egy tök jó lábedzést, a végén még lépcsőztem is, úgyhogy most már nagyon éhes vagyok. Csinálni fogok egy picit tipikus edzés után kaját, hogyha azt nézzük, hogy csirkerés, de egyébként abszolút nem lesz tipikus, de mindegy, nézzétek meg! Egy kis info arról, hogy mit csináltam. Az alapja egy baszmatirizs. Baszmatirizst azért szoktam használni, mert a lizsek között annak van a leglassabb felszívódása, és szerintem egyébként nagyon finom is, úgyhogy én mindig ilyet veszek itthonra. Arra került tépet csirkemell, ami most Andrisnak a specialitása, állandóan azt csinált magának is. Múltkor megkívántam és megkértem, hogy csináljon nekem is. Az ilyen paradicsom szószban van bepácolva gyakorlatilag, meg fűszerekkel, nem tudom a pontos receptet, és sütőben 2 óráig sül, alufóliával lefedve, egy ilyen 200 fokon, és aztán ilyen nagyon kis omlós lesz, és nem szárad ki, és így szét lehet darabokra húzni, úgyhogy az van rajta. Kukorica, bab, koktélparadicsom, lilahagyma, egy kis nachos szósz, amit most vettem a Safi boltban, és a hidegnyalatnak ez a teljesen vegán kókusztejből készült, azt hiszem egy csomó fűszerrel, az van rajta ilyen sajtöntetként, a tetejére egy kis jégsaláta, és avokádókrém, mert avokádó nélkül semmilyen mexikói kaja nem az igazi, úgyhogy ezt fogom most nagyon gyorsan megenni. Na hát estére sikerült annyira elfáradni, hogy túlságosan kreatívat nem sikerült kitalálni, a szokásos kis salim lett, ami nem tudom mennyire látszik, tartalmaz jégsalátát, brokkolit, lilahagymát, csipergegombát, most koktélparadicsomot is kivételesen, van benne még valahol aszalt paradicsom is, nem tudom mennyire látható, illetve öntetnek került rá ebből a narancssárga pestóból, ami egészen pontosan paprikával, ricotta sajttal, kesudióval és Gran Padano sajttal készült. És szóval én fogok a tetejére még ilyen sörélesztő pelyhet. Csak gondoltam meg, megmutatom először, mi van benne, hogy jól lássátok. Aztán emellett még van itt 2 ilyen kis minike kifli, hát megmutatom itt a kezem, szóval tényleg elég minike. Ezeket még én sütöttem, és le voltak fagyasztva. Benne pedig egy fél-fél ilyen zöldségkolbász, amit az IKEA-ban vettem, és már egyszer mutattam nektek, hogy tök jó összetevők vannak benne, vörös lencse, fodroska, meg egy csomó ilyen zöldség.
Ez pedig itt Andris vacsia lesz, ez egy 4 tojásos sajtos omlett, koktélparadicsom, és valami, amit vett magának, nem tudom. Úgyhogy ezt most megesszük. Nézzétek el nekem, hogy becsillan a szemüvegembe a fény, de már úgysem kell tovább nagyon sokáig elviselni. Ugyanis az utolsó étkezésünk jön, ami ugye általában, vagyis mindig nekem egy növényi fehérje fagyi szokott lenni, de ma a sikeres vizsgára való tekintettel picit ilyen ünneplős lesz, mert hogy ezt a kis drágaságot fogjuk annyira bepusztítani, egy fehér csokis ilyen keksz darabos magnum. De hát néha-néha belehajál ez is. Úgyhogy ezt most még megesszük egy Lost epizód megnézése közben, aztán pedig benyomjuk a szundit, mert mind a ketten nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, és holnap végre nem ébresztőre fogunk kelni, úgyhogy ez már csak egy szép nap lehet. Remélem, hogy nektek is az lesz. Előtte még annyit, hogy a következő Mindeszem egy nap videóban két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy vagy megint megcsinálok egy ilyen híresség diétáját kipróbáltam részt, mint ugye a Selena Gomez-es is volt, vagy pedig csinálok egy olyat, hogy mondjuk mit eszem egy nap x forintból. Tehát például 1000 forintból egészséges étkezés egy napra, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy kérlek kommentben szavazzátok meg, hogy melyik legyen melyik videó, és akkor azt fogom megcsinálni. Nem feltétlenül a jövő hétre, de hogy az lesz a következő Mindeszem egy nap típusú videó. Úgyhogy köszönjük, hogy velem voltatok ebben a részben, jövő héten találkozunk. Sziasztok!